Ez a videó mutatja be a legfontosabb tudnivalókat az új horgászkártyáról. Szeptember 1-től indult el a magyar horgászkártya regisztrációja, amely 2019. január 1-ét követően azonnal kiváltja a jelenlegi papíralapú horgászigazolványt. Ez a horgászigazolvány, ez tulajdonképpen egy kártyaformátumú okmány, ami 5 évig érvényes, és ugye egyre inkább digitalizált világban élünk, és ez a digitalizáció az utolérte a horgászatot is, illetve a horgászokmányokat. Tulajdonképpen ez a cél, a fő cél az az egyszerűsítés. Jelenleg ugye van horgászigazolvány, a horgásznak van benne most már egységes horgász okmány, ez korábban állami horgászai egy fogási napló volt, meg ugye van a terület, mindenféle területi engedélyek. Hát a horgászkártyának a célja az, hogy néhány éven belül ezt mind az összeset valamilyen formában majd ki fogja váltani. Január 1-ét követően az egyesületi tagságra kötelezett, a Magyarországos Horgászszövetség szervezeti rendszerébe tartozó horgászok esetében a horgászat gyakorlásának, egyben az egyesületi tagság létesítésének, megújításának, valamint az állami horgászjegy kiváltásának az általános és előzetes feltétele lesz az új magyar horgászkártya. Az első lépés a regisztráció horgászkártyához, ez egy 5 évre szóló kártya lesz, ami 2200 forintba kerül, a Magyar Nemzeti Bank állítja elő, ezért van ennek egy ilyen költsége, egy QR kódot tartalmaz, minden horgásznak lesz egy egyéni kis fiók ebben a virtuális rendszerben, ahol majd az adatait rögzítésre kerülnek, sem olyan személyes adatra egyébként nem kérünk, vagy nem vagyunk kíváncsiak, hanem mondjuk a személyiségi jogokat sértené. Összességében véve az a horgászoknak az adószámára van szükségünk a regisztrációhoz. A regisztráció a Magyarországos Horgászszövetség egy erre a célra kialakított többnyelvű online regisztrációs felületén érhető el, de az adminisztráció személyesen is elvégezhető valamennyi az állami horgászjegy értékesítésében eddig is résztvevő horgászszervezetnél, valamint azok regisztrációs pontjain. Az igénylő mindkét esetben postán kapja majd készhez az új igazolványát. Fesztóri Sándor azt is elmondta, az elmúlt évek dinamikus létszám növekedésének eredményeként a nyilván tartott horgászok száma Magyarországon már meghaladja a 460 000 főt, a megyében pedig több mint 21 000 horgászt regisztráltak tavaly.